rettentően népszerű lett, amit annak idején elég igazságról nagyon utáltam. Mert nagyon népszerű volt, és érdekes és jó igazságokat lehetett az ő nyelvén kimondani, ezért volt hasznos. De aztán az utálat győzött, és nem kis erőfeszítésemre megszakítottam mindörökre, és ezt nyilatkoztam is illetékes helyeken, hogy soha többet, azóta nincs. Miért éppen én hozzám jött? Annyi színész van még rajtam kívül. Mert az én alkatomhoz a művészkartásán a legközelebb, mint maximum. Igazán nagyon kedves, miről van szó? Egy kis szociális összeköttetés, ahogy mondtam, a közelmúlba értjük. Protekció. Mondhatjuk így is. Tetszik tudni, a foglalkoztatottsági volumenem elérte a nulla pontot. Szóval kitették az állásából. Mondhatjuk így is. Hol volt alkalmazásban? Először ugye a nehéz ipar irányába vettük a fordulást, hogy a vas és acél országa legyünk leginkább, ugye. Tetszik emlékezni még annó ugye a személyi kulturális időkre. Mi volt a foglalkozása? Az országnak szüksége volt, ugye kemény munkás, kézre nem válogattunk a munkadandárjába. Vezérigazgató voltam leginkább. Hol? Ahol lehetett. Kézből kézre adtak. Végül, de nem utolsó sorban a könnyű ipar problematikája került a bal profilomban, persze vezetői szinten és nem szájtáti módon. Alkotó energiáimat mégis legfőképp a szolgálat vette igényben. Titkos szolgálat? Bolyszolgálat.